2013 óta több pályázati forrás tette lehetővé, hogy már az összes önkormányzati rendelő korszerűsödjön. A kis STK felújítása két ütemben jelenleg is zajlik, a fejlesztési sorozat részeként pedig két új rendelőt adtak át a Szent István utca 63 szám alatt. Ennek a költsége 22,7 millió forint volt. Saját forrásból, erre már nem volt pályázati lehetőség, és ide két nagy, a Kovács Emlő doktornő és Sós Zoltán doktor betegei jönnek, két nagy körzetről van szó, 4000 városlakót érint, és az volt a célunk, hogy a legmodernebb szinten legyenek a rendelők, ezzel is segítsük az orvosok munkáját, ezen keresztül a nyíregyháziak ellátását. A kialakított két rendelő a betegellátás mellett teret biztosít egy FOP-os pályázatnak is, amelynek célja az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése. Az itt rendelő két orvos praxis közösségben is dolgozik, az újonnan átadott rendelők pedig alkalmasak az így vállalt többletfeladatok ellátására. Meg fogunk valósítani, főleg a praxis közösségen belül, nem csak mondjuk az adott rendelőt illetően, de inkább a praxis közösségen belül. Az adott betegek, akik kiszűrésre kerültek, hogy mozgásszegény életmódot folytatnak, szükség van esetleg a gerincük eltérésük miatt, majd a gyógytorna tevékenységre túlsúlyosak, ezért kellene valamilyen prevenciós tevékenységbe vonni. Őket tudjuk integrálni az egészségfejlesztési iroda által szervezett szintén programokban, a Mozdonynyíregyházába, gyógytornászaink, gyógytornász szakembereknek a bevonásával, gyógytorna tevékenységbe, illetve dietetikus szakember bevonásával, dietetikus program túlsúly elhízás, diabetes kezelés tevékenységben. Ez egy egyéves projektidőszak, a végén egy összegzést követően a pályázat kiíró dönt a folytatásról. Az önkormányzat több tevékenységgel is támogatja a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi orvosokat. Ezek közül kiemelkedik az ETAP, vagyis az Egészségügyi Támogató Alapprogram. Az önkormányzat saját forrásból eddig 31 millió forintot már kifolyósított, és ehhez a házi orvosi praxisok további 32 millió forint társfinanszírozást tettek hozzá. Ez volt ennek a lényege, hogy adunk viszonylag támogatást, szálljatok be ti is. 95 sikeres projekten vagyunk túl, és most egy újabb pályázati szakaszban vagyunk, a legutóbbi közülésen ezt meghirdettük, és már 12 praxis jelentkezett, és újabb fejlesztéseket kíván megvalósítani. Azt gondolom, hogy tudomásom szerint az országban ilyen nem nagyon működik, és ez egy elég innovatív és az a háziorvosok által kedvelt forma. Az innovatív kezdeményezés célja az volt 2013-ban, hogy olyan fejlesztésekre adjanak visszanemtérítendő támogatást, amelyek közvetlenül a gyógyítást segítik. Ezt a legtöbben segédeszközök, műszerek és bútorzat beszerzésére, vagy informatikai rendszerek fejlesztésére fordították.